koszorúzási ünnepséggel ért véget a holokauszt megemlékezés, melyen Szekszárd megyei jogú város tisztviselői is elhelyezték a kegyelet virágait az emlékműnél. A város a Magyar-Izraeli Baráti Társasággal együttműködve minden évben megrendezi, megemlékezik a holokauszt borzalmairól. Gyakorlatilag 600 szekszárdi és környékbeli lett itt elhurcolva. Ez nagyon nagy tragédia, és gyakorlatilag felvetődik bennünk a kérdés, hogy kellőképpen, megfelelő minőségben, idézőjelben mondom a minőséget, meg tudunk-e emlékezni erről a borzasztó eseményről ebbe a tévejgő elkényelmesedett Európába, mert látjuk azt, hogy mellettünk háború zajlik, nagyon-nagyon sok ember borzasztó helyzetbe kerül, és nem tudom, hogy vesszük-e a fáradtságot, és megemlékezünk a pultunkról, és természetesen szembe tudunk nézni azokkal a nehézségekkel, ami ránk vár, mert gyakorlatilag történelmet írunk, történelmet építünk a mindennapjainkban, és ezzel kell elszámolni nekünk az utódainknak, és abba bízom, hogy talán rádöbbennek az emberek arra, hogy a múltból való építkezés, a jelen és a jövő elképzelései azok teljes egészében összhangba tudnak kerülni, és ilyen borzalmakról méltóképpen tudunk megemlékezni. A szekszárdi zsidóság deportálásának 78. évfordulójának alkalmából tartott eseményen az emlékbeszédeken kívül liturgiai megemlékezés is volt. Mint az országban mindenhol ugye így megtartják ezt a megemlékezést, és gyakorlatilag Szekszárdon azért van az általában július első, második vasárnapjára esően, mert akkor kezdődtek meg 1944-ben Szekszárdról a zsidóknak a megsemmisítésre, az elvitele, a deportálásra. Mivel ez a megemlékezés, ez közösen történik Szekszárd megyei jogú várossal, a szekszárdi zsidó hitközséggel és a szekszárdi magyar-izraeli baráti társasággal. Így a megemlékezés első része az egy városi megemlékezés. A szervezők zenés, színpadi előadással is színesítették a megemlékezést. Éva erős volt, szókimondó, sokat vitatkozott apjával. Sosem törődött bele, hogy azért legyen igaza neki, mert ő a férfi, az apa, a családfő. Az állandó viták már gyermekként megerősítették és megkeményítették. Megtanulta, hogyan járjon túl egy fölötte álló ember eszén. Tartjuk ezt a megemlékezést két okból. Az egyik, hogy emlékezzünk, a másik, hogy emlékeztessünk. Nagyon röviden talán annyit, hogy emlékeztessünk arra, hogy ilyen népírtás többet ne történhessen meg semmilyen okból, se vallási, se származási, se nemzetiségi, se politikai, tehát ilyen tömegírtás, hát Európában az 6 millió ember élete volt. Magyarországon 600 ezer és Tóna megyébe Szekszárdon 600 ember jelentett Tóna megyében, Szekszárdon és környezetében. A városi megemlékezést követően a zsidó közösség tagjai számára egy vallási jellegű programmal ért véget az ünnepség.